Sok múlott a szerencsén is, de a tudás sem volt mellékes tényező a magyar népmese napján Szabadkán. A csantavéri, királyhalmi, palicsi és kelebjai gyerekekre számos ügyességi feladat várt. Az volt a feladat, hogy le kellett a porrakat dűteni, és hát tetszett nekem a feladat nagyon. Az egyik résztvevő a Kis Gömböz című mesét mutogatta el a társainak. A szegény ember leányai le akarták hozni a kis gömbözöt, és megette őket. Tehát a tovább gördült az utcán, és megevett majdnem mindenkit. A feladatok megoldása során kiderült, a gyerekek sokat tudnak a magyar népmesékről. Vannak, akik az iskolában tanulták meg, mi rejtőzik az óperenciás tengeren túl. Kaptunk a tanító bácsitól meséket, és akkor egyiket elolvastam, megnéztem, hogy milyenek vannak, és akkor az egyiket észrevettem, hogy nem tudom, és azt sokkal többször elolvastam. Mások a magyar népmesék rajzfilmsorozatból ismerték meg az Aranyszőrű Bárány, Babszem Jankó és Ludas Matyi történetét. Én a húgocskámmal is sokat szoktam nézni a magyar népmeséket, és mindig megnevettetnek. Omirovics Helén a könyvtáros szerint a manapság euralkodó animációs filmek és a kevesebb tanulságot tartalmazó rajzfilmek nem szorítják háttérbe a magyar népmeséket. Mikor készítettem ezt a vetélkedőt, akkor voltak gyerekek, akik megkérdezték, hogy a Spongyabobból is lesznek kérdések, és akkor mondtam, hogy dehogy, ez a magyar népmese napja, tehát valahol él a hagyomány, és a mai meséket is szeretik, tehát valahol ez a kettő megfér egymás mellett. A magyar népmesék napja az újságíró, de sokak számára csak nagy mesemondóként ismert Benedek Elek születésnapjához kötődik. A szerző ismert meséi más népmesékkel együtt hamarosan a Pannon Televízió képernyőjén is megjelennek. Szabadka városában is tisztelik az erdélyi írót. A városi képviselőtestület döntése értelmében a most még 493 új utcanévre hallgató utcát ezentúl Benedek Elek utcának fogják hívni. Csak a tábla cseréje van még hátra. Könyvtár,